Amikor az ember lebetegszik, mint ahogy mondtam a korábbi videóban is, nem az az első gondolata, hogy mitől lett beteg, mitől lett egészségtelen, mitől lett egésztelen, hanem az első gondolata az, hogy hogyan tudna meggyógyulni. Abban a videóban, amiben erről van szó, nem tudom már pontosan mi a címe, nagyon sok videót csináltam mostanában, de aki visszagörget a Facebookon, vagy pedig a YouTube csatornán, megtalálja az egészségről szóló videót. Az elmúlt hét folyamán készült egy videó az egészségről, a gyógyulásról. És abban a videóban arról van szó, hogy az ember annyira meg akar gyógyulni, hogy még azt is elfelejti, hogy miért akar meggyógyulni. Eképp nem veszi észre azt, hogy ő azért akar meggyógyulni, hogy tovább folytassa azt a cselekedetet, azt a tevékenységet, amely beteggé tette őt, megbetegítette őt. Kedves hallgató, drága embertárs, tudom, hogy ez nagyon drasztikus, nagyon durva kijelentés, és legfőképp ugye nagyon durva szembesülés azok számára, akik betegek. Higgyétek el, hogy ezeket a videókat én nem azért készítem, mert engemet valaki megfizet. Engemet az Úristenen kívül senki nem fizet. Senkitől nem veszek el semmit, sem pénzt, maximum azt a tányérételt, és azt a gúnyát, amit felveszek. Nincs nekem semmi érdekem, hogy ilyen videókat készítsek. Tudom, hogy aki ezt a videót hallgatja és beteg, az megütközik ezekben a szavakban, ezekben a gondolatokban, mindazonáltal. Én azért készítem ezeket a felvételeket, hogy aki megérti, miről van szó, ezekben a felvételekben meggyógyulhasson, igaz, egész, séget szerezzen, visszaszerezze az egészségét. Tehát ugye az előző felvételben arról volt szó, hogy az ember annyira meg akar gyógyulni, hogy közben elfelejti, hogy miért akar meggyógyulni, és nem veszi észre, hogy azért akar meggyógyulni valójában, hogy tovább folytathassa azt a tevékenységet, azt a cselekedetet, azt a szellemiséget tovább űzze, ami az ő agyában van, ami az ő lelkében van, amely őt megbetegítette. Tehát gyakorlatilag az ember azért akar meggyógyulni, hogy újból megbetegedjen, avagy minél hamarabb elpusztuljon. A képernyőn, akik látják a képernyőt a Facebookon és a YouTube-on, egy nonsensnek tűnő kérdést láthattok. Az egészséged ellopták, vagy elvesztetted? Aki tovább hallgatja ezt a videót, és van türelme, lesz türelme, mindvégig kitart, úgymond, elképzető, hogy meg fogja érteni, hogy mi az egészség elvesztésének és visszaszerzésének a kulcsa. És hogy ez a kérdés nem is annyira nonsense, mint amilyennek tűnik. A kérdés újból: az egészséged ellopták, vagy pedig elvesztetted? Amikor az ember meg akar gyógyulni, ő ugye vissza akarja szerezni az ő egészségét, újból egész akar lenni, egészséges akar lenni. De hogyan szerezhetné vissza bárki is az ő egészségét, hogyha nem tudja, hogy az ő egészségét ellopták, vagy pedig ő volt az, aki azt elvesztette? Ha nem tudod,
hogy az egészségedet valahol te hagytad el, figyelmetlenségből. Nem ügyeltél, valamit eltévesztettél, és azáltal elhagytad, elveszetted az egészséget, vagy pedig valaki úgymond ellopta tőled, kizsákmányolva téged. Nagyon fontos kérdés, kedves hallgatók. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha megvizsgáljuk a világot, a világunkat, saját magunkat, azt láthatjuk, hogy amikor mi betegséggel találkozunk, avagy amikor elveszítjük az egészségünket, legtöbbször mi úgy gondolkodunk a betegségről, a társadalmi programozás által nyilván. Így nőttünk fel, ebbe születtünk bele, és ezt hittük mi. Ebből egy hiedelmet, úgymond egy ilyen vallást, egy ilyen betegségkultuszt csinálva. Úgy gondolkodtunk a betegségről, hogy a betegség, és az egészség elvesztéséről, ugye, hogy az egészségünket ellopta tőlünk valami. Valaki ellopta tőlünk az egészséget. Ezért, ugye, hogyha valaki ellopta tőlünk az egészséget, nyilván mi azt vissza kell szerezzük. Kell keresünk egy nyomozót, aki megtudja, aki megtalálhatja a tolvajt, aki ellopta a mi egészségünket. Tehát úgy igazából ugye láthatjuk, hogy a társadalom, a mai emberiség úgy él, úgy viszonyul az egészséghez, valamint a betegséghez, hogy azt ellopták. Tehát az ő egészségére támadt valami, egy baktérium, egy vírus, egy külső ellenség. És megfosztotta őt az egészségétől. De viszont most akkor nézzük meg a másik alternatívát is, kedves hallgatók, hogy mi van akkor, ha valójában a te egészségedet senki nem lopta el. Senki nem lopta el. Sem a vírus, sem a baktérium, sem semmi. Hanem te voltál az, aki elvesztetted azt, avagy az egészséget. Lehet, hogy ebben az órában picit nehezen fog menni a fogalmazás, de az Úristen kegyelméből hátha mégiscsak sikerülni fog megmutatnom a különbséget a között, a két alternatíva, a két lehetőség között. Az egészségünket úgymond ellopták, vagy pedig elvesztettük, mi voltunk azok, akik elvesztettük azt. Tehát egyértelműen látszik a címből, hogy a kérdésből, hogy amennyiben az én egészségemet ellopták, és ha tolvajt nem kapom én el, akkor én nem fogom visszaszerezni az egészségemet. Ha az én egészségemet ellopták, tőlem ellopták, akkor nekem egy külső személyre, egy külső egységre van szükségem ahhoz, hogy azt megkeresse nekem, visszaszerezze nekem. Amennyiben az egészségemet én vesztettem el, annyiban én vagyok a felelős. Én voltam az, aki tévedett, hogy elvesztette az egészségét. Eképp én vagyok az, aki megtalálva az igazságot, megtalálhatja az egészségét is. Érződik már a különbség a két alternatíva, a két lehetőség között. Tehát, ha azt mondom, hogy engemet valami megbetegített, egy tőlem független tényező megbetegített. Azzal azt mondom, hogy tőlem független a megoldás is. Jól figyelj! Kedves embertárs, ha beteg vagy, egészségi, lelki, akár fizikai, egészségi problémákkal küzdködsz, hogyha ezt megérted, akkor már közel vagy a gyógyuláshoz.
közel vagy a gyógyuláshoz. Azt hiszem, hogy közben eszembe jutott az előző videónak a címe, hogy senki nem gyógyulhat meg, ha meg akar gyógyulni, vagy valami ilyesmi. Tehát a gyógyulásnak az akadálya az, hogy gyógyulni akarunk. A gyógyulás akadálya a gyógyulni akarás. Nem akarok összezavarni. Visszatérek a kérdéshez. Az egészséget, ellopták, vagy elvesztették? Elvesztetted. Amennyiben ellopták az egészséget, megbetegítettek, egy külső tényező tette azt, drága embertárs. Jól figyelj! És egy külső tényező lesz az, aki visszaadhatja számodra az egészséget. Tehát a te egészséget, a te jólétet, a testi épséget, a lelki békességet ki van szolgáltatva egy külső tényezőnek. Viszont, ha te voltál az, aki elvesztette a betegségét, az egészségét, bocsánat, azt jelenti, hogy te vagy az, aki visszaszerezheti azt. Érthető? Ez a lényeges különbség. Az előző esetben tőled független a gyógyulás. Vagy megkapod, vagy nem kapod meg. Te semmit nem tehetsz azért, hogy meggyógyulj. A második esetben viszont, ha te voltál, aki tévedtél, és elveszted az egészséget, tehetsz, te vagy az, aki tehetsz annak érdekében valamit, hogy visszaszerezd az egészséget. Mint ahogy mondtam, a világ azt súlykolja belénk, hogy minket megtámadtak különböző baktériumok, koronavírusok, különböző más betegségek, a törökök, a tatárok, mit tudom én, a németek, a nácik, az oroszok. Tehát mi ártatlanok voltunk, ott sem voltunk jóformán, csak ránk zúdult a nyomorúság. Mi erről nem tehetünk? A második esetben az van, hogy mi voltunk azok, akik tehettünk arról, hogy ez így történt. És itt jön be a Biblia is egyébként, a Bibliának a két értelmezése, drága embertárs. Rengeteget beszéltem arról, beszéltünk kedves barátaimmal, hogy a Bibliának a babonás értelmezése sokkal rosszabb, mint a Biblia nem ismerése. Sajnos el kell mondani, hogy azon személyek, akik a Bibliát egy vallásos, tehát vallási felekezet által, valamilyenféle keresztény felekezet által ismerték meg, azok az emberek nagy valószínűséggel a Biblia babonás értelmezését sajátították el, ami az előző és az első opcióval van összhangban. Tehát, hogy az egészségünket ellopták, kedves agató. A Bibliának a mai, mondjam azt, keresztény vallásos értelmezése szerint a mi egészségünket ellopták tőlünk. Mi ártatlanok voltunk, mi semmit, semmi rosszat nem csináltunk. Az egészségünket ellopták tőlünk. Ezért ugye a mi egészségünk, a mi jólétünk, mint ahogy a mi betegségünk is, egy külső szemétől függ, egy külső létezőtől függ, és nem tőlünk függ. Evel az értelmezéssel van összhangban egyébként ez a sok, mondjam azt, sátánozás, meg démonozás, meg az, hogy Lucifer egy nem tudom milyen angyal volt, és lezuhant az égből, meg minden. Tehát ezek a Bibliának a babonás értelmezései. Erről rengeteget beszéltünk, én ebben a videóban most nem tehetem meg, hogy újból ezt elmeséljem, elmondjam, hogy mi a különbség a sátánnak a babonás értelmezése, és a sátánnak mondjam azt, az igazság szerinti értelmezése. Az Édenkertben mi történt? Azt mondjuk ugye a vallás szerint, a mai kereszténység szerint, hogy az Édenben a kígyó volt a hibás.
Éva hárított, azt mondta, hogy a kígyó volt a hibás. Ádám azt mondta, hogy Éva volt a hibás. És Isten azt mondta, hogy oké, rendben legyen, ha ti ezt mondjátok. Persze Isten tudta, hogy ő nem teremtett beszélő kígyót. Tudta, hogy Éva, amit mond Istennek, az hazugság. Tehát Éva azt mondta, hogy a kígyó volt, aki úgymond elcsábította őt. És a beszélő kígyó, ugye, mert tulajdonképpen nem volt beszélő kígyó, ezt Éva találta ki. Tehát megtörtént az első hárítás, hogy a kígyó lopta el az én egészségemet, az én békességemet. Ádám azt mondta, hogy Éva lopta el az én egészségemet, az én békességemet. Egyik sem mondta azt, hogy egyik sem mondta azt, hogy én voltam a hibás. Éva nem mondta azt, hogy az igazság az, jóságos Isten, hogy én voltam a hibás. Én voltam az engedetlen, és én szakítottam arról a fáról. Nem a kígyó volt a hibás. Még hogyha kígyó tudott volna is beszélni, akkor is azt kellett volna mondja Éva, hogy Uram, én tévedtem, én voltam a hibás. Ádám azt kellett volna mondja, hogy Uram, nem Éva volt a hibás. Megkísértett engemet ugyan, de én voltam az, aki úgy döntöttem, hogy őt követem, és nem téged követlek, nem rád hallgatok. Kedves barátom, ha beteg vagy, a kérdés hozzád a következő. A te egészségedet ellopták, vagy pedig elvesztetted. Nézzük meg, hogy mi történik. Hogyan van az ember megtévesztve ebben a világban? Úgy, mondjam azt, fizikailag csapdába csalva, mint szellemileg. A tolvaj, kedves hallgató, a tolvajlás, a tolvaj, a tolvajlás. Úgy igazából abban áll, hogy a tolvaj tolvajt kiált. A tolvaj csak úgy tud rabolni, hogyha hazudik. Hazudik. A tolvaj csak úgy tudja elvenni valakinek az értéktárgyát, az ő kincsét, hogyha megtéveszti őt, mint a bűvész, elvarázsolja, elbűvöli az embert, és közben kifosztja őt. Ugye ezt látjuk a mi világunkban is, hogy a tolvaj ahhoz, hogy ki tudjon valakit fosztani, először hazudik neki, elbűvöli őt, eltereli az ő figyelmét valamivel, valamilyen trükkel, valami csellel. Ez esetben, kedves hallgatók, úgy történik a tolvajlás egészség szempontjából, az egészség elvesztése szempontjából, hogy a tolvaj tolvajt kiált. A tolvaj úgymond azt kiáltja, hogy tolvaj, ott valahol kívül, rajta kívül van a tolvaj. Tehát elhiteti veled, hogy valaki téged ki akar zsákmányolni, úgymond. És miközben te ezt elhiszed neki, aközben ő téged kizsákmányol. Tehát a tolvaj úgy tud kizsákmányolni, úgy tudja kizsákmányolni, kifosztani az embereket. A tolvaj szellemiség, ugye, a tudatlan, földhöz ragadt, ugye, testi szellemiség, avagy sátáni. Többször beszélgettünk arról, hogy a sátáni lelkület, a sátáni szellemiség azt jelenti, hogy testi, avagy földhöz ragadt. Nem a levegőben ragadó démonokról van itt szó. Testi és földhöz ragadt. Aki ismeri az írást, és személyesen ismerte meg, nem a kereszténységen keresztül, nem a gyülekezeteken keresztül, az ember tudja, hogy az, ami sátáni, az testi földhöz ragadtságot, testiséget jelent, mint ahogy Péternek, amikor azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, akkor azt mondta neki, hogy te nem gondolsz a lélek dolgaira, testből beszélsz, Péter, nem engedett, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történnie. Tehát akkor térek vissza a lényegre, a tolvaj ugye tolvajt kiált.
Ugyanis én most akkor én állást fogok foglalni a videónak körülbelül a közepét, ugye, és elmondom, hogy nekem teljes meggyőződésem, és hitem az, hogy az egészséget te vesztetted el. Az én egészségemet én vesztettem el. Az Éva békességét Éva veszítette el. Az ő egészségét, azt, hogy ő egyben volt, egész volt az ő teremtő édesatyával, a teremtő Istennel, azt ő vesztette el, nem lopták el tőle. Kedves hallgató, a te egészségedet nem lopta el tőled sem a koronavírus, sem a baktérium, sem semmi. Te voltál az, aki azt elvesztetted. Tehát minden egyes ember felelős, főképp ugye, hogy már ha már felnőtt, és főképp, hogyha tegyük fel, most rossz közegbe született, egy rossz családba, és addig ugye, mint gyermek nem igazán volt ő felelős az ő egészségért, hanem úgymond ő elkapta a betegséget a szüleitől, vagy a társadalomtól valamilyen formában. De viszont tudjuk jól, hogy az Úristen hűséges, szerető Isten, és mindenkinek felkínálja az igazság megismerésének a lehetőségét. Attól a ponttól kezdve minden egyes ember felelős az ő testi és lelki egészségéért. Na de térjünk vissza ahhoz, hogy valójában, tehát a világ azt mondja, a többség, a világ, a 7 milliárd, vagy nem tudom mennyien vagyunk, amúgy nem hiszek én a statisztikákba, Isten tudja, mennyien vagyunk. Tegyük fel, hogy vagyunk 5 milliárdan, vagy 10, teljesen mindegy. A 10 milliárd, a többség mindig azt mondja, a 90%, hogy ellopták az ő egészségét. Hogyha én azt mondom neked, kedves hallgató, hogy te elloptad az én egészségemet, azáltal én feljogosítom saját magamat, hogy téged megöljelek, hogy megbosszuljam azt, hogy te elloptad az én egészségemet. Lehet, egy picit komplikáltak hangzik ez a gondolatmenet, kedves hallgatók, de jól figyeljetek, és fohászkodjatok az Úristenhez, és segíteni fog nektek megérteni, miről van szó ebben a videóban. Tehát a világ nagy része, a tömeg, a tenger, a népek tengere azt hiszi, hogy a Covid a felelős, hogy emberek megbetegednek, vagy pedig emberek meghalnak. Mit tudom én, az AIDS a felelős, vagy pedig a... mit tudom, az ebola, vagy sertés, vagy madár, vagy mit tudom, antilop, influenza, teljesen mindegy. A legtöbb ember ebben van, ebben a megtévesztésben, ebben a hazugságban, ebben a hárításban, az Éva hárításában és az Ádám hárításában. Nagyon kevesen gondolják azt, akik a Bibliát is, az írást is, amit úgy hívunk, hogy Szentírás, a Biblia, úgymond Isten lelkével próbálták megérteni, értelmezni, nem vallással, nem vallási manipuláció által értették meg a Bibliát, hanem Isten lelke által, Isten vezetésével. Azok az emberek, ők a kisebbség, és itt már ugye sugallom is azt, hogy ők azok, akik a keskeny úton járnak. Ők tudják, hogyha ők valaha megbetegedtek, tőlük az egészséget senki nem lopta el, hanem ők voltak azok, akik elvesztették az egészséget, az egészségüket. És akkor most ugorjunk vissza az Ószövetségbe. Az Ószövetségben nem volt, mit tudom én, ezerfajta vírus, meg 6 milliárd baktérium, meg össze-vissza ilyen nagy dumák ugye az áltudomány részéről. Ott nem volt sok betegség. Ott csak egy betegség volt, kedves hallgatók. Az Ószövetségben Mózesnél csak egyetlen egy betegség volt. Aki ismeri a Bibliát, aki ismeri az írást, az tudja. Aki nem ismeri és nem tudja, annak azt javaslom, hogy fohászkodjon az élő Istenhez. Hogy segítsen neki megismerni a Bibliát. Segítsen neki újjászületni. Segítsen neki Istennek a lelke által értelmezni a Bibliát. Hogy ki tudjon jönni a vallásos babonákból, a vallásos értelmezésekből. Tehát, aki Istennek a lelke által ismerte meg az Ószövetséget, azt tudja, hogy Mózes idejében nem voltak betegségek. Egy betegség volt csak, az nem volt más, mint a tisztátalanság.
amikor a pap megvizsgálta az embert. Nem azt mondta, hogy mandulagyulladása van, vagy covidos, vagy pedig kétoldali tüdőgyulladása van, vagy pedig mumpszos, vagy nem tudom én, hanem azt mondta, hogy tisztátalan. Ennek a jelentése a következő. Akire azt mondta a pap, hogy tisztátalan, arra azt mondta, hogy az ember valahol letért az élet útjáról, a lélek útjáról. Isten törvényét elhagyta, az élet törvényét elhagyta, és annak következtében ő tüneteket kezdett produkálni, avagy megbetegedni. De viszont a pap nem azt mondta, hogy ő beteg, hanem ő az okot mondta. És az ok, kedves hallgató, mindig az Ószövetségben a tisztátalanság volt, avagy a bűn, avagy a hazugság, a hazudozás, az, hogy az ember letért az élet ösvényéről, az élet útjáról, elhagyta az élet törvényét. Aki elhagyta az élet törvényét, az az ember úgymond különböző fizikai tüneteket produkált, és tisztátalannak lett nyilvánítva a pap által. Utána a pap elrendelte, hogy az ilyent vigyék ki a közösségen, tehát hagyja a közösséget. Ki kell menni a pusztába, mit tudom, egy hétre, vagy két hétre. Az alatt neki volt lehetősége meglátni és belátni az ő tévedését. És amikor meglátta, belátta és megbánta az ő tévedését, instant módon meggyógyult. Isten őt meggyógyította. Így működött az Ószövetségben. Utána visszament, és a pap elrendelte azt, hogy miután feláldozta azt a bárányt, vagy azt a tulkot, erről is már többször beszéltem, most ebben az videóban nem fogok szólni, hogy miért volt értelme feláldozni azt a tulkot, azt a bárányt, mert nem az a lényeg most ebben a videóban. Miután azt ő megcsinálta, csak zárójelben mondom, hogy azért kellett azt megcsinálja, hogy ő lássa, hogy a hazugságnak, a bűnnek a következménye ugye a vér, az áldozat, a halál. Annak emlékezetül kellett ezt ő megcsinálja. Nem azért, mert Istennek szüksége volt arra az áldozatra. Miután feláldozta azt, amit a pap elrendelt, utána a pap őt egészségesnek, tisztának nyilvánította, és senkinek nem volt joga az ő szemére hányni azt, hogy ő valamikor tévedett és tisztátalanná vált. Ő tisztává lett nyilvánítva azáltal, hogy a pusztában ő szembesült az ő tévedésével, az ő bűnével, az ő vétkével. És meglátta, belátta és megbánta azt. És ezáltal az Úristen, a Jóisten őt instant módon meggyógyította. Viszont akinek füle van, hallja, hogy itt is arról van szó, hogy az illető személy elvesztette az egészségét. Ő volt a felelős az egészsége elvesztéséért, és nem Marika néni, a szomszédasszony, és nem a postás bácsi, és senki más rajta kívül. Ő volt egyedül felelős azért, hogy ő elvesztette az egészségét. És mivel, hogy ő volt a felelős azért, hogy elvesztette az egészségét, ő volt a felelős azért is, hogy visszakapja-e azt, vagy sem. Kedves hallgatók, aki ezt megértette idáig, annak az embernek már óriási, hangsúlyozom, óriási lehetősége van arra, hogy ő meggyógyuljon. Úgy lelkileg, mint testileg. Persze ezt az Úristen dönti el. Ez nem az én tisztem eldönteni, hogy ki fog meggyógyulni, ki nem fog meggyógyulni, mert Jézus azt mondta, jobb az embernek bejutni Isten országába csonkán, akár betegen, fél karral, fél lábbal, vagy fél szemmel, mint mak egészségesen, épp egészségesen a gyehenna tüzébe. Tehát az egészségnél sokkal nagyobb probléma az, amikor az ember elveszíti a lelkét, az a fizikai, bocsánat, a betegségnél. A fizikai betegségnél nagyobb probléma az, hogyha valaki elveszíti a lelkét. Na most akkor térjünk át a tolvajra. Nagyon intenzív videó lesz ez, kedves hallgatók, készüljetek fel arra, hogy
hogy még az is elképzelhető, hogy ezt újra kell nézze valaki, ahhoz, hogy ezt teljesen megértse. Még kell fohászkodjon, kell olvassa az evangéliumot, kell imádkozzon a Jóistenhez, hogy segítsen neki megérteni ezeket a dolgokat, mert ez, amit én elmondok, kedves hallgatók, ezek csupán emberi szavak. Csak az én szavaim által ezt senki nem fogja megérteni. Mert én nem kaptam meg azt a hatalmat, hogy emberi szavak által én átadjam az igazságot embertársaimnak. Többször mondtam és hangsúlyozom, az én felelősségem, az én kötelességem, az én munkám a bizonyságtevés, a bizonyságtétel, hogy azáltal, aki Istenhez fordul, az én szavam által, aki Istenhez fordul, az a lélek által fogja megkapni az értést, a látást. Újjászületés nélkül ezt a videót senki nem fogja megérteni. Hangsúlyozom. Lehet, hogy a hallgatók nagy része engemet most bolondnak fog nézni, vagy gondolni, teljesen mindegy, az engemet nem zavar egyáltalán. De viszont, aki Istenhez fordul személyesen, az általa kijelölt úton, módon, Jézus Krisztus által, az ő tanítása által, az ő lelke által, mindenki lélek, a Istennek a lelke által fogja megkapni a megértést erre a gondolat csomagra, arra, hogy az egészséget hogyan veszti el az ember, és hogyan tudja azt visszaszerezni. Tehát újjászületés nélkül hangsúlyozom, nincs megértés, nincs megértés. Hallgathatsz még ilyen videót, mostantól 20-at, 30-at, akár 100-at, úgysem fogod megérteni a lényeget. Kedves hallgató, meg kell szépen ne értsé félre. Tehát nem fölényességgel mondom ezt én, vagy büszkén, vagy lenézéssel, hanem elmondom a tényeket, hogy senki ne csapja be magát azzal, hogy az én videóim által meg fog ő gyógyulni. Senki nem fog az én videóm által meggyógyulni. Csak az fog meggyógyulni, aki az én videóm által inspirációt kap arra, hogy az élő Isten kezéből kérje a gyógyulást. Tehát a videónak a mostantól következő része főképp azon személyeknek szól, leginkább azon személyeknek szól, akik már tudják, hogy mi az, hogy újjászületés, akik újjá születtek Isten kegyelme által, Jézus tanítása és Istennek a lelke által. Térjünk át arra a fogalomra, hogy tolvaj. A tolvaj tolvajt kiált. Hogyan történik ez? Tehát azt ugye már megértettük, hogy a legtöbb ember, hanem minden ember az egészségét elveszíti. Nem ellopják tőle, nem a koronavírus a felelős, nem a, mit tudom én, a gonosz szomszéd, vagy a tudom is én, baktériumok a felelősek, hogy valaki elveszti az egészségét, hanem ő személyesen. Ugyanis Jézus elmondta, hogy akiben teljes a lélek, akiben teljes a lélek, Istennek a lelke által, ha valakinek a lelke megtisztul, azon az emberen nem tud úrrá lenni semmilyen betegség. Hangsúlyozom. Az az ember, aki megigazult, Isten ereje és az ő kijelentése által, a fölött az ember fölött nincs uralma semmilyen betegségnek, semmilyen méregnek. Jézus ezt úgy mutatta meg, hogy ugye gyógyított, halottakat támasztott fel, de ő maga is feltámadt, hogy megmutassa, hogy egy olyan személy fölött, aki teljes Isten lelkével, Isten lelkében van, egy olyan személy fölött nincs uralma semmilyen betegségnek. Tehát azt ugye akkor már megértettük, hogy aki megbetegszik, az elveszíti az ő egészségét, nem tőle veszik el mások. Viszont hogyan jön be a tolvaj a képbe, hogyan jön be a tolvajlás a képbe? A tolvaj csak úgy tud bejönni a képbe, mint az előbb mondtam, hogy megtéveszti az embert. Megtéveszti azt, aki nem teljes Isten lelkével. Csak azt lehet megtéveszteni, aki nem teljes az igazsággal, Krisztussal, Isten lelkével. A tolvaj megtéveszti az embert, és azt mondja, hogy tőled a koronavírus lopta el az egészséget.
és ebben a helyben, ahogy te ezt elhitted, abban a helyben a tolvaj el fogja lopni a teljes életedet, az teljes, a hátamaradt egészségedet és a lelkedet. Így működik a tolvajlás a mai világban, kedves hallgató. Hogy magyarázzam ezt, hogy még egyszerűbb legyen és még érthetőbb? Tehát, ha valaki megbetegszik, az azért van, mert benne a lélek tisztátalan. Persze ez valamilyen ugye, mértékig örökletes mindenkinél, mindaddig, amíg nem találkozik az élő Istennel. Tehát, ha én azért lettem beteg, mert tisztátalan lélek van bennem, és én vesztettem el az egészségemet, akkor miért akarom én valakinek elhinni azt, hogy az én egészségemet ellopta egy vírus, amelyet Kínában megkoronáztak? Érthető a kérdés? Felteszem a kérdést újból. Tehát, hogyha a betegségem miért, vagy az egészségem elvesztéséért én vagyok a felelős, akkor miért akarom elhinni valakinek, hogy az egészségemet ellopta egy vírus, vagy egy gonosz bácsi, vagy egy, mit tudom én, bármi. Érthető? Azért akarom én elhinni azt, hogy tőlem ellopták az egészséget, kedves agatók, mert még mindig az Éva és az elbukott Éva, az elbukott Ádám szellemiségében vagyok. A hárításban vagyok. Azt mondom, hogy a kígyó a hibás. A kígyó a hibás. Azért, hogy én nem vagyok egészséges. Érthető? Tehát úgy igazából nem is én mondom ezt, hanem én megvásárolom ezt a hazugságot. Ma az emberek elmennek New Age ezotéria tanfolyamokra, ahol megvásárolják azt a hazugságot, például, hogy az ember azért egészségtelen, mert a vízben sok a klór. Én is elhittem ezt a hazugságot, meg a fluor, meg a fogpasztában a fluor, meg mit tudom én. Ilyen örültséget hiszel az ember ahelyett, hogy azt mondja, hogy Istenem, mindenható Isten, drága embertársaim, én vagyok a hibás. Én vagyok a felelős mindenért, ami velem történt. Inkább hazudunk, és inkább hárítunk, és inkább elmegyünk egy tanfolyamra, ahol megvásároljuk azt a hazugságot, hogy mi úgy igazából azért vagyunk egészségtelenek, mert a vajban több volt a koleszterin, mint kellett volna. És aki nekünk azt mondja, hogy jaj, te Jóska, hát te valójában nem te vagy a hibás azért, hogy te egészségtelen vagy, hanem valójában a vajba belekerült valamilyen baktérium a tehenektől, meg az elefántoktól, és attól lettél te egészségtelen, avagy beteg. De kedves hallgató, nem tudom, hogy mennyire érződik a súlya annak, hogy milyen veszélyes a felelősség hárítás. Mert hogyha én azt mondom, hogy én azért vagyok beteg, mert valami okozta, valami külső okozta a számomra, én ezáltal eldobom magamtól a gyógyulás lehetőségét. Azáltal, hogy én a betegségemet ráfogom valamire, bármire körülöttem, azáltal én eldobom a gyógyulás lehetőségét magamtól. Hárításban, hazudozásban fogom elveszíteni az életemet és a lelkemet. Tehát mit mond az orvos? Több videóban hangsúlyozom ezt a szót, hogy orvos. Orv, tudomány, orvos. Doktor csak egy van. Jézus azt mondta, hogy doktor, ő a doktor, a Krisztus a doktor. Istennek az ereje a doktor. Tehát nincsenek doktorok, orvosok vannak, akik azt mondják neked, hogy te azért vagy tüdőgyulladásban, mert elkaptad egy valakitől a vonaton. Vagy tudom is én, mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy amikor az orvos azt mondja, hogy te egy külső tényező miatt vagy beteg, és nem a te szívedben, a te lelkedben, a te elmédben lévő tisztátalanság miatt, azáltal rajtad kívül helyezte a felelősséget, és azáltal te a
hátralévő életedet és egészségedet az ő kezébe teszed. Ezért vagy gyógyszerfüggő, patikafüggő, orvosfüggő, emberfüggő vagy, az emberektől függsz teljes mértékben. És akkor most térjünk át a kijelentésre. Nagyon fontos kijelentés, kedves agatók. Betegségeink okát csak Isten tudja. Emberek nem tudják a betegségeink okát. Mint ahogy a gyógybódot is. Mi mégis embereknél keressük. Úgy a betegségeink okát, mint a gyógymódot. Ezért nincs gyógyulás, nincs valódi gyógyulás, csak a szenvedés és a nyomorúság meghosszabbítása van a világunkban. Tehát ismétlem, nagyon fontos. Lehet, hogy most ezt valaki nem fogja megérteni. Lehet, hogy még holnap sem fogja megérteni. De mindenkinek azt mondom, aki ezt most nem érti meg, mert túl gyarló vagyok, túl bután fogalmaztam, nem fogalmaztam elég intelligensen, elég érthetően. Az ilyen embereknek azt javaslom, hogy mindenképp a megoldást és az értést az élő Istennél keressék. Mert ő mindenkinek ezt ki fogja jelenteni személyesen. Ahhoz, hogy ezt valaki teljesen megértse, fontos, hogy személyesen kapjon kijelentést az élő Istentől. Aki nem kapja tőle személyesen, az nincs, ahogy megértse ezt. Tehát betegségeink okát, kedves agatók, csak Isten tudja. Az, hogy elhitették az emberekkel, az, hogy van egy fehérköpenyes bácsi, aki tudja, hogy mi a te betegséged oka, és ő téged elkezd kezelni egy irányba, mint ahogy történik ugye mostanában, hogy aki bekerül a kórházba, szinte nincs is esélye, hogy kijöjjön. Bemegy a kórházba valamilyen, mit tudom én, mandulgyulladással, ráfogják azt, hogy covidos, és eltemetik. Nájlonzacskóban, ráadásul koporsó nélkül. Tehát hangsúlyozom, kedves agatók, és ha valaki nem hiszi el ezt nekem, nem is tudom, mit mondjak tényleg, nem szeretnék erőszakos lenni, én senkit nem tudok erről meggyőzni. Én elmondom, bizonságot teszek, de a többi a ti dolgotok. És az Úristen dolga nyilván. Betegségeink okát csak Isten tudja, mint ahogy a gyógymódot is. Tehát az Istennek a lelke, maga a tökéletesség. Próbál meg ezt valahogy vizualizálni. A mindenható Isten, maga a tökéletesség állandóan körülvesz bennünket. Ő az, aki látja, hogy miből van hiány nálam, vagy nálad. És ő ezért, ő tudja, hogy azt mivel kell pótolni, azt a hiányt. De viszont mi azt csináljuk, hogy mi embereket hatalmazunk fel, hogy kijelentsék, hogy nekünk covidunk van, vagy pedig orsövény, mit tudom én, ferdülés, vagy tudom is én, teljesen mindegy. Embereket hatalmazunk fel arra, hogy ők mondják meg, hogy milyen bajunk van. És ahogy ők megmondták, hogy milyen bajunk van, attól a perctől kezdve az egész életünk ki van szolgáltatva az embereknek. Nem az élő Istennek, hanem az embereknek. Tehát amikor az ember emberekhez fordul diagnózisért és gyógymódokért, akkor az történik, hogy erőltetett gyógymódot alkalmaznak az emberen. Tehát azt mondja az orvos, hogy ilyen, ezt a gyógyszert kell lőszedje élete végéig. És ugye így lesznek az emberek gyógyszerfüggő. Isten ments, hogy a patikákat bezárnak, nagyon sok ember abban fog meghalni. Abban a gondolatban, attól a gondolattól, hogy nem fogja tudni kivenni a következő adag orvosságot. Az erőltetett gyógymód, kedves agató, azt jelenti, hogy emberi módon akarok én megszabadulni a betegségemtől. Tehát lehet, hogy... hogy is magyarázzam ezt? Tehát látjuk azt ugye, hogy nagyon sok betegnek ugyanazt az uniform gyógymódot írják fel. Tehát lehet, hogy különböző helyen fáj, különböző betegséggel rendelkeznek, de mégis érdekes módon ugyanazon a gyógyszereket írják fel. Ami azt jelenti, hogy őt
az ő állapotát elmozdítják. Ilyen külső szerrel az ő állapotát elmozdítják egy bizonyos irányba. De mivel hogy az ember nem tudja pontosan, hogy az ő embertársának mi a pontos betegsége, ezért elképzelhető, hogy egy másik irányba mozdítja őt el, mint amelybe kéne őt elmozdítsa. Felhozok egy egyszerű példát, kedves hallgatók. Van olyan, hogy mit tudom, bemész egy klinikára, és mindenkinek azt mondják, hogy na, hogy akkor mostantól szedjél, tegyük fel, vagy csináljál, mit tudom, ilyen mighty szítást. És hallottam én arról is, hogy mit tudom, hogy bizonyos embereknek, bizonyos helyeken, zsinórban ajánlották a mighty szítást. És akkor mindenki azt csinálta, ugye, tehát akármilyen problémája volt, mighty szítás. Igen ám, de azáltal, hogy az ember úgymond ilyen erőltetett májtisztítást végez, hajt végre, és úgymond a szervezettől elveszi ezt a felelősséget, mert amikor én ilyen különböző sókkal, meg ilyen különböző ilyen külső eszközökkel akarok végrehajtani ilyen, tegyük fel, májtisztítást, azáltal én elveszem a szervezetemtől a felelősséget. Ügyeljetek, drága embertársak, ügyeljetek, hogy milyen tisztítókurát végeztek, hogy mit csináltok magatokkal, mert könnyen megtörténhet, hogy a szervezettől elvesztek a felelősséget, és ezért az a funkció meggyengülhet, vagy pedig megszűnhet. Hogyha a vese látja azt, hogy te ilyen különböző külső szerekkel akarsz vesetisztítást csinálni, akkor azt mondja, hát akkor köszönöm szépen, hát te dolgozol helyettem. Sőt, tudjuk jól, hogy nagyon sok ember, aki úgymond ilyen, akit dialízissel visznek, hát ugye az történt, hogy a vese leállt, és elkezdték ezt csinálni, ezt a dialízist, tehát úgymond átvette a vese szerepét egy gép. Az ember úgymond gépfüggővé vált. Tehát nem a vese indult vissza, hanem megszoktatták azt az embert avval a gondolattal, hogy az ő veséje többet soha nem fog működni, tehát egy gép fogja majd az ő szerepét, a vesének a szerepét betölteni. Például most egyszerű példát fogok mondani, ami talán találó is lesz sokak számára, hogy volt egy olyan sláger egy időben, hogy mindenki lugosított. Ejtették velünk is azt, hogy azért vagyunk rákosak, mert túl savasok vagyunk, és akkor kell nekünk lugosítani. Ugye itt is mit csináltunk? Tehát elkezdtünk mi agyból lugosítani. De viszont amikor a kicsi agy, az embernek a kicsike agya elkezd lugosítani, akkor a mindenható Isten azt mondja, hogy én segítenék neked, de te nem hagyod. Te akarod megoldani a problémát. Nem tudom, hogy mennyire megy át a lényekedes agatok. Én annyira próbálok egyszerűen fogalmazni, mondjuk ebben az órában, itt már ugye éjfél elmúlt. Nem, lehet, hogy nem fogom könnyen menni, de amikor az ember nagyon durván meg akar gyógyulni, mint ahogy az előző videóban is mondtam, ő azt csinálja, hogy ő mesterséges megoldásokat, ilyen szisztematikus, avagy gépies megoldásokat alkalmaz arra, hogy ő visszaszerezze az ő egészségét. De jóformán még azt sem tudja, milyen baja van. Tehát lehet, hogy nem is az ő problémáját kezeli, az ő valódi betegségét kezeli, hanem egy másik helyen okoz egyensúlytalanságot az ő szervezetében. És azáltal, hogy ez egyensúlytalanságot okoz az ő szervezetében, nem csupán, hogy nem fog meggyógyulni, hanem még súlyosabb lesz az ő állapota. Mert ő a saját feje, a saját agya, és nem egy embertársa agya, egy embertársa tudománya szerint próbálja megoldani az ő egészségét, nem pedig a tökéletes Isten tudománya szerint, a mindenható Istennek a lelke szerint, aki létezik és van, folyton körülvesz bennünket, most is, ott van melletted, csak te nem ráfigyelsz, hanem rám figyelsz, vagy másokra figyelsz. Ezért szajkózom, ugye ezért mondom olyan gyakran minden videóban, hogy fontos személyesen a jó Istenhez fordulni. Fontos őt megismerni, az ő törvényét, az ő kijelentését, amit ő tett Jézus Krisztus által, az ő evangéliumában, az ő tanításaiban. Mert különben nincs menekvés. Tehát hiába menjünk ganodermáért, hiába veszünk 2 tonna lengei vitamint, ugye a hátralévő életünkre,
nem fogunk megmenekülni egyszerűen. Tehát az erőltetett gyógymód, kedves agató, most már talán így érthetőbb az, amikor nekem nincs igazából fogalmam, hogy mitől vagyok beteg, de nem akarok szembesülni a betegségemnek a valódi forrásával sem, hanem egy rajtam, tőlem független személyre bízom a diagnózist. Egy olyan személyre, aki nem ismeri az én életemet, nem ismeri az én hazugságaimat, nem ismeri az én bűneimet, nem ismeri, hogy hogyan bánnak a feleségemmel, a gyermekeimmel és a szüleimmel. Tehát egy tőlem független személyre, úgymond egy kigyóra bízom a diagnózist és a gyógymódot. Teljesen egyértelmű, kedves agatók, hogy az erőltetett gyógymódtól, amit én választottam, még hamarabb el fogok pusztulni, mint ahogy különben elpusztultam volna a betegségemtől, ami engemet úgymond, ami lesújtott úgymond, és meggyengített. Remélem ez a része, kedves agatók, ez érthető. Tehát, hogy az ember, mivel, hogy ő hárít, tehát én folyton hárítok, a betegségem oka nem én vagyok. Ez a legelső hazugság. A betegségem oka a kígyó. De mivel, hogy hárítottam, ezért megoldásért is, a megoldást is hárítom másra. Nem magamból indulok ki, nem az én nyomorúságomból, nem a bűnbánattal kezdem, ugye, nem a szembesüléssel kezdem, nem a hazugságaimmal, a bűneimmel való szembesüléssel kezdem, hanem azt mondom, hogy majd a doktor bácsi, majd a természetgyógyász, majd a ganoderma, majd a lenkei vitamin, majd az aloe vera, majd a homeopátia, meg a különböző ilyen kuruzslásokkal majd meg fogom oldani a problémát. És látjuk, jól kedves agatók, hogy mire jutunk a szegény, ugye magyarországi, nem tudom hányban volt ő szépségkirálynő, ő is ugye ebbe a hibába esett, hogy jött a betegség, ugye, jött a figyelmeztetés számára, de senki nem mondta el neki azt, amit te mostan hallottál ebben a videóban. Senki nem mondta el neki, hogy a betegségnek a valódi forrása az mi bennünk van, a mi szívünkben van, a mi elménkben van. Aki azzal szembe mer nézni, aki meri kérni az Úristen kegyelmét ahhoz, hogy szembenézhessen azzal, ami az ő szívében van, annak az embernek az egészsége szinte automatikusan, tehát nem magától, hanem inkább magától, Istentől visszaadatik, mert Isten tényleg szerelmes Isten, ő tényleg kegyelmes Isten, és ő azt akarja, hogy éljünk, és élvezzük az életet, de nem úgy, ahogy azt mi elképzeltük, hanem úgy, ahogy azt ő képzelte el. Tehát azt mondtuk, ugye, hogy mivel az embereknél nincsen gyógymód, ugye, itt van fent. Az ember a betegségének az okát csupán Isten tudja, de mégis mi az okot embereknél keressük, és a gyógymódot is. Ezért ugye hárítunk. Tehát a rossz helyen keressük. A hiányt pótló gyógyszer. Kedves a hallgató, drága embertárs, ha te beteg vagy, bármilyen problémád van, ugye a betegség az hiányosság. A betegség egészségtelenség, egésztelenség, ez a betegség. De viszont a tökéletesség, amit téged körülvesz most, a jó Istenek a lelke, a mindenható Istenek a lelke, most téged körülvesz, körülölel téged. Ezt próbálom meg valahogy felfogni. Ő látja, mert ő fölötted van, ő lélek és tökéletes. Ő látja, hogy neked miből van hiányod, miért vagy te egésztelen. És ő éppen ebben a momentumban is készen áll pótolni számodra a hiányt. Ő csak annyit mond, hogy te hozzám fordulj, ne emberekhez fuss a legkisebb problémáddal is. Ne rohanj emberekhez a legkisebb hasmenéssel is, mert még inkább fog fokozódni a te betegséged, ha tovább hárítasz. De hogyha hozzám jössz, és hogyha fel vagy készülve arra, hogy mi ketten beszélgessünk, hogy megmutassam, hogy mi a te valódi problémád, hogy szembenéz a valódi problémával, akkor teljesen biztos, hogy ő meg is gyógyít téged. Avagy a tökéletességben
már most jelen van, a hiányt pótló gyógyszer. Tehát a te betegségedre, a te hiányosságodra, a te lelki és fizikai hiányosságaidra már most jelen van a gyógyszer, a Jóisten kezében, a lélek benne, aki téged körülvesz, körülölel, ott van benned is egyébként. Ezért csak azt kellene tennünk, hogy rácsatlakozunk, és engedjük, hogy Isten elvégezze a tökéletességet, az egészséget mi bennünk. Tehát, hogyha az ember felfogta, hogy ő nem azért beteg, mert ellopták az ő egészségét, hanem azért beteg, mert ő elvesztette. Amikor elfordult a lélektől, Istennek a lelkétől elfordult, ugye? És embereket kezdte követni a reklámokat, a híreket, a televíziót, ugye, a filmeket. Na akkor fordultál el Istentől, amikor elmentél ilyen New Age tanfolyamra, Reiki, Pranadi, egy csomó ilyen gyógyító tanfolyamra, egy csomót, ugye, tehát nagyon sok ilyen gyógymódot megtanultál, de mégsem gyógyultál meg. Miért van ez? Azért, mert még mindig hazugságban vagy, és nem vágysz arra, hogy szembesülj a betegséged valódi okával, ami benned van, a te szívedben, a te elmédben elrejtve. Tehát amikor az ember megfordítja ezt a hamis paradigmát, ami a világot uralja, ugye, Istenem, ugye, mint ahogy mondjuk az imában is, mi atyánk, én vagyok, én tévedtem, könyörülj rajtam, irgalmaz nekem. Na, abban a helyben elkezdődik a gyógyulás. Mert akkor kimondom azt, hogy én voltam, aki eltévejettem. Én vagyok a tékozló fiú, én vagyok a tékozló kislány. Amikor ezt kimondtam, és többet nem hárítok, mint ahogy Éva és Ádám hárított, akkor elérkezett hozzám a mennyek országa, az egészség, úgy a lelki, mint akár a fizikai, testi egészség is. Ezt ne felejtjétek el. Mit mondhatnék még a téma kapcsán? Sajnos a kommenteket nem tudom megnézni, vagy megpróbálom, de nem biztos meg fogom tudni nézni, úgyhogy lehet, hogy reagálni sem fogok tudni a kommentekre, de amit a lélek a szívemre helyez, azt még el fogom mondani. Tehát jól figyeljetek a tolvajra, a tolvaj működésére, kedves agatók. A tolvaj az úgy működik, tehát akik úgymond a Covid, ugye, most a nagy tolvaj a Covid a világban, ugye. A sátánnak az új neve a Covid, Covid-19, egyenlő sátán, ugyanaz. Antikrisztus, egyenlő Covid-19. Tehát ez nem feltétlenül egy fizikai személy, egy emberi személy, ugye, hanem maga a megtévesztés szellemisége, ami ugye most a legnépszerűbb formája annak a COVID-19. Hogyan működik a COVID-19, kedves agató? A COVID-19, ő tolvajt kiált. Ő tolvaj egyébként, tolvaj, de tolvajt kiált. Ő azt mondja, hogy, vagyis nem is a COVID-19, hanem akik a COVID-19-et terjesztik, ugye, az interneten, meg a médiában, meg a mindenhol a világon. Ők azt mondják, hogy te a COVID egy ilyen láthatatlan vírustól vagy beteg, aminek koronája is van, és neked nem akar feltűnni, neked nem tűnik fel, hogy ez ellentmond a Teremtés könyvével, amely azt mondja, ahol azt jelentik az Úristen számodra, hogy tudjál róla, hogy te vagy a Teremtés koronája. Miért koronavírus a COVID-19? Azért, kedves agató, hogy lásd, hogy szembesülj azzal, hogy a butaságot, egy láthatatlan valami kis fantomvírust megkoronáztál. Levetted a koronát a fejedről, amelyet az Úristen adott neked, amikor megszülettél. A koronát levetted a fejedről, és ráhelyezted egy fantomvírusra. Így jártál. Én is így jártam, kedves agató. Én is elbuktam. Sorstársak vagyunk. Úgyhogy nem kevékedek.
Igen, tehát akik úgymond uralják a világot, az a szellemiség, ami uralja a világot. Mondják ezt mindennek, illumináti, meg szabadkőművesek, meg asztalosok, meg kovácsok és társaik. Ők uralják a világot. Ők terjesztik úgymond a koronavírusnak a hírét. Elhitetik veled, hogy te a COVID-19 miatt vagy beteg, vagy a, mit tudom én, mi volt, az ebola miatt vagy beteg, vagy a nem tudom én milyen influenza miatt vagy beteg. Elhitetik veled ezt. De miért hitetik el ezt veled, kedves hallgató? Azért, mert te tagadsz, te hárítasz, te hazugságban vagy még mindig. Még mindig azt mondod, hogy téged folyton külső dolgok fertőznek meg, külső betegség fertőz meg. Mert hogyha azt mondanád, hogy Istenem, drága embertársaim, én tévedtem, titeket bántottalak, az asszonnyal csúnyán beszéltem, a férjemmel nem voltam tisztelettudó, a gyermekeimmel is rosszul bántam, Istenemre nem voltam kíváncsi, az igazságra nem voltam kíváncsi, hogyha ezt mondanád, mint mondtam, instant módon meggyógyulnál. De mivel te szeretsz hárítani, mert nem akarsz szembesülni azzal, hogy milyen szellemiség van benned, ezért inkább elfogadod azt a hazugságot, hogy te egy vírus miatt vagy beteg. Érthető a lényeg? Nem tudom ezt hogyan fogalmazzam még. Úgy gondolom, hogy már túlságosan sokat ismételtem magamat, de bízom abban, hogy csak volt ennek valami értelme, sőt, hogyha nem restelitek, akkor egy-két visszajelzést nyugodtan küldhettek, hogy volt-e értelme ennek a videónak. Érthető volt-e az, amit elmondtam ebben a videóban mostanik. Tehát a világ vezetői, ugye a politikusok, akik ugye szeretik a dicsvágyat, a hatalomvágyat, a pénzt, a kényelmet, ők azzal élnek, arra építik a hatalmukat, hogy tudják, hogy te akarsz, hogy te hárítani akarsz. Te nem akarsz szembesülni azzal, ami a szívedben van. És ezért ők neked odaadják a hárítás eszközét, a COVID-19-et. Így történik a világ, az emberiség leigázása most. Ez történik, kedves hallgatók. Tehát a tolvaj, aki a te pénzedből, a te életedből, a te életenergiádból, a te életidődből éle, azt kiáltja egy láthatatlan semmire, hogy ő az oka a te betegségednek, mert tudja, hogy te nem akarod beismerni azt, hogy a te hazugságot, a te bűneit az oka a te betegségednek. És mindaddig, amíg te ezt nem akarod beismerni, belátni. Én senkinek sem tudom azt mondani, hogy most már pedig lásd be, ez már te dolgod mostantól. Én elmondtam, amit elmondhattam. Elmondtam, amit a Jóisten a szívemre helyezett. Mostantól az Úristen és a te dolgod. Hogy te be fogod látni azt, hogy te embereket követtél, hogy nem akarsz szembesülni a benned lévő hazugsággal, gonoszsággal, nem akarod belátni a vétkeidet, a bűneidet, vagy pedig tovább hárítasz a koronavírusra, meg különböző más vírusokra, mindaddig, amíg teljes mértékben úgymond zombivá tesznek téged a hárítás által, amelyet te hajtasz végre nap, mint nap, amikor halogatod az élő Istennel, az ő igazságával való szembesülést. Azon személyek figyelmét felhívnám, akik e videó által úgy érzik, hogy igen, van ebben valami, hogy a betegségük, az egészségtelenségük, az ugye annak a forrása bennük van, akik ezt megértették, és vágynak arra, hogy meggyógyuljanak, valódi gyógyulást kapjanak, azoknak azt tudom javasolni mindenek előtt, hogy persze azt, mint mindig elmondom, hogy Jézus megmutatta az útat. Ő az út, az igazság és az élet. Az ő tanításai, ami nem csupán a szavaiban van, hanem az ő teljes életében, amit hogyha megismersz, akkor te tudsz szembesülni azzal, hogy benned milyen hiányosságok vannak, milyen gonoszságok vannak, amelyek betegséget okoznak, amit te még talán a Covid-ra fogsz, vagy más ilyen vírusokra. De viszont, aki tényleg fel van készülve a találkozásra a Jóistennel, a Jóisten lelkével, annak mindenképp ajánlom
a 139. Zsoltárt, 139. Zsoltárnak az utolsó két bekezdését, a 23. és a 24. bekezdését. Az egy ima, amely arról szól, hogy az ember őszintén vágyik arra, hogy az élő Istennek a lelke, a mindenható Istennek a lelke, a tökéletes Istennek a lelke őt szembesítse a benne lévő rejtett dolgokkal, a felszín alatt lappangó dolgokkal, amelyek őt megbetegítik és kiviszik a temetőbe, és a lelkét is szétzúzzák, szétroncsolják az ő lelkét is. Tehát a 139. Zsoltárnak a 23. és a 24. bekezdése az valójában egy ima, amelyet, hogyha őszintén el tud mondani valaki, teljesen biztos, hogy az élő meg fogja tapasztalni az élő Istennek a jelenlétét, az ő érintését és az ő szavát. 1 millió százalék. Aki azt teljes szívével, megtört szívvel, alázattal, térden el tudja mondani, teljesen biztos, hogy meg fogja tapasztalni az élő Istennek az oltalmazó kezét, szerető kezét, megigazító kezét. És azután fog megtörténni, kedves hallgatók, az, hogy ha megismered Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő beszédét, és az ő életét, a 4 evangéliumban, ami le van írva, és azt, hogyha megérted, kérsz kegyelmet a megértéshez, azt, ha megszereted, és elkezded cselekedni, teljesen biztos, hogy szabad leszel örökkön, örökké. Teljesen biztos. Egy kérdésre kitérnék még azok kedvéért, akik talán azt mondhatnák most ebben a videóra, hogy és akkor a gyermekekkel mi a helyzet, akik betegen születnek. Nagyon röviden fogok fogalmazni, erről már többször beszéltünk. A gyerkőcökre azt mondja Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor látják a mindenható Istennek az arcát. Az Ószövetség azt mondja, hogy a gyermek sajnos örökli a szülőnek a hiányosságait, nyomorúságait valamilyen mértékben, de viszont óriási oltalom alatt vannak. Tehát a gyermek nem kell elszenvedje az ő szüleinek tehát nem kell ő elkárhozzon, úgymond a szülei bűnei miatt, mert hogyha felnő, neki is megadatik a lehetőség arra, amire most e videó által mindenki megkapta a lehetőséget. Arra, hogy találkozzon az élő Istennek a lelkével, az ő élő valóságával, az ő megigazító kegyelmével, hogy észrevegyük, hogy észrevegye azt, hogy a betegség forrása benne van. Tehát nincs olyan ember, aki nem kapja meg Istentől ezt a kegyelmet. És mint tudjuk, ugye a gyermek az egészségesen születik, tehát olyan értelemben, hogy lelkileg egészségesen mindenképp. Tehát a gyermekeket úgymond nem kell félteni. Főképp, hogyha egy gyermek, régebb ugye itt Székelyföldön beszélgettem idősebb személyekkel, akik elmondták, hogy régebb nem úgy szülték itt a gyermeket, hogy 10 éven keresztül nézték a pornót. Utána meg úgy döntöttek, hogy családot terveznek, ugye, ilyen televíziós műsorok szerint. És akkor nagy nehezen összehoznak egy gyermeket, akiből egy ilyen csonka gyermek lesz, ugye, az ő bűneik miatt. Hanem ez régebb úgy működött, hogy ahogy jött a szerelem, ahogy jött a testi vonzalom, úgy a gyermekek megfogantak, és áldásként jöttek. És olyan is volt, hogy mit tudom én, 8 gyermekből 3 gyermek meghalt, és 5 felnőtt. De viszont a 3 gyermek halálával az anyukának kemény szembesülései voltak azzal, hogy miről szól az élet, miről szól a bűn, és miről szól a megigazulás. Tehát az első 3 gyermek gyakorlatilag a család számára, az apuka meg az anyuka számára elhozta mindenképp a szembesítést, ugye a bűn következményével, ugye a halállal való szembesítést. És utána meg az 5 gyermek tisztességesen nevelkedett fel. Körülbelül ez történt. Ha valakinek ez túl hosszú volt ez a videó, elmondanám azt, hogy annyit talán elég egyelőre megjegyezni,
hogyha én azt mondom, hogy az egészségemet ellopták, akkor én magamon kívül helyeztem, tehát kidobtam a kezemből a gyógyulásomnak a lehetőségét. Mert az a Covid vakcinától fog függni az én egészségem, az én gyógyulásom, az orvosságoktól fog függni az én gyógyulásom, más emberektől, más emberek tanácsától. De hogyha azt mondom, hogy én vesztettem el, mert én voltam bűnös, én voltam bűnben, én voltam tévegésben, én voltam hazugságban, hogyha ezt kijelentem, akkor teljesen biztos, hogy az Úristen kegyelmét kapom ahhoz, hogy megigazuljak. És akkor már az én kezemben van az egészségem is olyan értelemben, hogy az Úristen nekem azt visszaadja. Megpróbálom megnézni a kommenteket, lássuk, hát ha sikerülni fog. De viszont úgy gondolom, hogy én miért mondok ilyent. De én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt fellázadna, azelőtt mindenképp fohászkodjon az Élő Istenhez, és kérje az ő tanácsát, hogy az, amit itten hallom. 8 komment van. Tehát a Facebookon úgy néz ki, meg fogom tudni nézni, és lehet, hogy a YouTube-on is talán megpróbálom megnézni. A kommentjét felolvasom. Érdekességképpen a gyógyszertárak logója a kereszt, amire egy kigyó tekeredik. Jézus életét adta értünk a kereszten, hogy a tökéletességet, az egészséget, aki ránéz, felismerje és elfogadja kegyelem által. Viszont aki a gyógyszertár logójára néz, elég sokat elárul magáról, hogy a keresztjén függő kígyó. Az mérget árul. Tehát a kígyó mérget árul pontosan. Tehát aki továbbra is hárítani akar, az a gyógyszertárba megy. Aki nem akar többet hárítani, hanem kimondja, kér Istentől bátorságot, hogy leküzdje az egóját, kedves agatók. Az egónak a jele, az egónak a legfőbb jele az, kedves agató, hogy nem tudsz imádkozni térden az élő Istenhez, a mindenható Istenhez előtt nem tudod megalázni magadat ahhoz, hogy ő adja neked értést, látást és megigazolást. Ez az egónak a bizonyítéka. Tibor. Elvezet minden igazságra, csak figyeljük a mennyek országának dolgaira, mindig ott érdeklődjünk pontosan, Tibor, ez a lényeg. Minden videónak ez a lényege, minden videónak kivétel nélkül, csak mindig más témát használok fel. Már egy ilyen lehetőség felkínálva. A legtöbb ember pontosan az ego miatt, a sötétség miatt, ami uralkodik az ő elméjében, nem tud Istenhez fordulni sajnos. És nem tudja megkapni ezt a gyönyörű szép ajándékot, amit Isten felkínál számunkra. Ez itt, aki arra bíz az egészségét, pontosan azáltal veszíti el azt. Így van. Tovább. Bizony, bizony. Edith Szabóné. Az igazságban nincs betegség. Jól végezzük. A betegség is elkerül bennünket. Teljesen így van, Edith. Maximum úgy kapunk betegséget, mint ahogy próbatételkép, mint Jób is, ugye, hogy annak bizonságául, hogy aki tényleg teljesen meg van igazulva, aki lélekben van, az nem félti az ő testét, mert tudja, hogy az ő országa, az ő valódi élete nem itt van a Földön. Pontosan, Tibor. Tehát mindannyian, akik megismerték az ő jóságát, az ő szeretetét, mindenki Isten sátrában van, és akkor most megpróbálom megnézni a YouTube-ot is, hát ha sikerülni fog. Kicsit ilyen fapados módszereket alkalmazok, mert nem tudok számítógépen belépni.
itt van. Kis türelmet kérek, mert tényleg technikával eléggé... Nem tudom, hogy ez itt nem fog-e működni. Lesz-e itt egy komment? Vagy meg tudom-e nézni egyáltalán? Na. Lehet, hogy nincsen komment, hogy YouTube-on. Látszik, a Facebookon többen voltak ébren ebben az órában. Ennyi. Tehát szerintem, akinek füle volt, hallotta, miről szólt ez az elmékedés, az a figyelmeztetés. A beteg, tehát nagyon sok, tehát viszonylag sok kérdést kapok az egészség és a gyógyulás kapcsán. Nagyon sokan nem értik, hogy miért nincsen gyógyulás, hogy a sátánt meg kell dorgálni, meg mit tudom én, ilyeneket mondanak, és tényleg én, Isten ments, hogy ezután bárkiről is elmarasztalóan beszéljek, aki ezt vallja, aki így meg volt tévesztve ezekkel a dolgokkal. Tehát az Úristen, a Jézus szabadítása, ahogy ő megszabadította az embereket, az nem úgy történt, hogy dorgálgatta össze-vissza a sátánt, meg ottan kérdezgette, hogy hogy hívják, meg ilyenek, hanem az úgy történt, hogy mint ahogy mi egy sötét szobában felkapcsoljuk a villanyt, úgy világosság lesz, az legyőzi a sötétséget, ugyanúgy csinálta Jézus is a szabadítást, a gyógyítást is, hogy a beteg embertársai azt erővel is, hatalommal kijelentette az élet igéjét, ugye, és azáltal az a tényező, az a hamis gondolat, az a hazugság, az az ördögi szellemiség, meg lelkület, ami uralta azt az embert, az elveszett az erejét. Ez pont olyan, hogy el akarsz érni Budapestre, tudom én, Debrecenből, és bárkit kérdezel, folyton egy rossz útmutatást kapsz, és te már beálltad az egész Magyarországot, de még Budapestre nem értél el. És hogyha jön valaki, és neked szépen, szeretetteljesen lerajzolja Magyarország térképét, és elmagyaráz neked, hogy hol van Budapest, akkor te rájössz arra, hogy tényleg tévelyektél te mostanig. Te mostanig tévedésben voltál. Hamis tanácsot követtél, hazug térképet követtél. És az igaz térképnek a jelenlétében fel fogod ismerni, hogy te hol tévedtél, és megszabadulsz a tévelgéstől, avagy az ördögeittől. Így történt körülbelül az ördögűzés, kedves hallgatók. Persze mindez ugye megtűzdelve hatására lesz egy néhány ember, aki úgy dönt, hogy többet nem mondja azt, hogy az ő egészségét ellopták, vagy ellophatja bárki is, hanem úgy fog dönteni, hogy az ő egészségét ő vesztette el, akár azáltal, hogy egy ilyen hamis életprogramot örökölt a szüleitől, a társadalomtól, vagy hogy ő is ugye ment a testi és a földi vágyai után, és hazugságba keveredett, és pont, tehát bűnököt követett el. Mert aki ezt megvallja, aki ezt meglátja. Itt szeretném hangsúlyozni, kedves agatók, hogy ezen a ponton, hogy nagyon kényes kérdés ez. Nagyon kényes kérdés, ugyanis az ember nem tudja meglátni. Tehát én nem találkoztam még olyan emberrel, aki csak úgy magától meg tudta volna látni azt, hogy ő tévelgésben van.
Amikor az ember tévelgésben van, akkor ő nem tudja, hogy tévelgésben van. Hogyha az ember tudná, hogy tévelgésben van, akkor már nem volna tévelgésben. A hazugság nem attól hazugság, hogy az ember tudja, hogy ő hazugságban van, hanem a hazugság attól hazugság, hogy az ember igazságnak hiszi azt. Érthető? Ezért nagyon fontos a 139. Zsoltárnak az utolsó két bekezdése, drága embertársak, ami egy ima, amit, hogyha az ember őszintén kimer mondani, akkor az Úristen neki fog segíteni meglátni az ő rejtett dolgait, mert az rejtett dolgokat senki nem látja. Én sem láttam, Bodó Attila sem látta az ő saját rejtett dolgait mindaddig, amíg nem kértem az Úristen kegyelmét, hogy ő nekem megmutassa. És miután ő megmutatta, csak akkor tudtam én eljutni arra, hogy belássam, hogy igen, tévedtem. Istenem, nem a Covid volt a hibás, nem a madárinfluenza, meg nem a, mit tudom én, a sárgaság, vagy a rózsahimlő, hanem én voltam a hibás azáltal, hogy hittem a hazugságnak, beengedtem az életembe, és azt szerint éltem az életemet is, úgymond életellenes gondolkodásba kerültem, életellenes életfelfogást követtem, és én tévesztettem el a célt, én vitettem el a célt. Én voltam az, aki nem tudtam, hogy mit cselekszem. Ezért én vagyok az, aki úgy döntök, hogy az Úristenre bízom az életemet, hogy ő megvizsgáljon engemet, és segítsen nekem megigazulni, és megmutassa azt az igazságot, amely által újból egészé, egészségessé, és az ő gyermekévé válhatok. Örültem, hogy együtt lehettünk, és együtt ehettünk, és Isten áldjon mindenkit. Jó egészséget, sziasztok!